Kovácsné Takó Mária festőművész kiállítás megnyitóját láthatják a következőkben. Kovácsné Takó Mária festőművész kiállításával folytatódott a kisteleki festőkör munkáit bemutató kiállítás sorozat. A tárlat megnyitóján közreműködött a kisteleki kamara énekegyüttes és Jenei Norbert. Táplálja egyszerű alkonynémaságunk, a félbarna fakó elmúlásunk örök csatáit vívja szüntelen. Könyörgök, csak egyszer hozzád érni újra engedj, újjam simítása távoli lelket közelebb magamhoz, hogy a kincsek, míg benned gyöngyélem esettek kajló ölelésed alatt, nekem zengjenek, suttogva belém az igazat. Ezt követően pedig Szombathelyi Árpád nyitotta meg a kiállítást. Szóval, ahogy képeket raktuk föl tegnap, már akkor megfogalmaztam, de nem árultam el, hogy én szeretnélek téged a régi idők, mondjuk 150-200 éve Franciaországba festő barbizomi iskolásokhoz hasonlítani, hogy mi is volt ez igazából, azt elmondom három mondatban, vagy négyben. Az 1830-as évek, talán 35 körül Párizs éjszakai életét megunva, az egyébként éjszakai életben rendkívül szorgalmasan résztvevő festők elutaztak egy pár kilométerre Párizs mellé, egy Fontainebleau nevű erdő van,
és annak a szélébe egy pici kis faluba, amit Barbizonnak hívnak. És ez az utazás, ez körülbelül olyan híresítette Barbizont, mint mondjuk a magyar festők utazása nagybányát. Kik voltak például Millet, akihez köthetem, de nem sorolok franciákat, bár Corbet is oda tartozik épp, hanem csak Pál László nevét említeném, aki szintén barbizoni iskolás volt. És ezek az emberek föltették magukba, hogy erdőket fognak festeni. Nem kizárólagosan, de mondjuk túlnyomó részt. És hogy mennyire tudom hasonlítani a mai korhoz, hát ők ugyanazt csinálták, mint amit te csinálsz, Marika. Ők fogták a vázlathüzetet, elmentek ebbe a kis faluba, ott töltöttek hosszabb, rövidebb időt, kinek mennyi ideje volt, és vázlatoltak. Én akárhányszor találkozom veled, kiállítás megnyitókon és foglalkozásokon túl, te mindig biciklin ülsz, és ott a fényképezőgép, és fényképezed az erdőket. Azt is tudom, hogy neked vannak békességesen megtűrt fáid, amiket mindig mások vágnak ki, akkor mindig úgy sajnálnak téged, hogy megint gyászreakció lesz egy ideig, ahogy a tölgyeket kitörte a vihar, és alig tudtál magadhoz térni. Láttalak téged már fát ülelni, de azt is tudom, hogy a férjed Gabi csinált neked az erdő kellős közepén egy kis padot, ahová nem árulom el, hogy ne vitorolja más, ahová leülsz időnként, és elmérkedsz és nézed a fákat. Aztán hazamégy, és ezt a szabadban induló dolgot műteremben fejezed be. Ezt egyébként plenér festészetnek hívják, hogyha nagy zolni akar az ember, ki is mondhatja, de hogy arról van szó igazából, hogy ezek a barbizoni iskolások is levázlatolták a dolgot, aztán hazamentek Párizsba, a párizsi lakásukra, ha volt nekik egyáltalán ilyen, és megfestették a képeket, és ezek már a kincset érnek. Az erdőket nézve itt túlnyomó részt erdők vannak, ez jutott eszembe a tegnapi kiállítás felrakása kapcsán rólad, és az, hogy neked nem kellett elutaznod, mert Kistelek környékén gyönyörű erdők vannak, nagyon sok rétű erdők vannak, sokfélék is nagyon sok felé szólítanak téged kerékpározás és tanulmányutak során, és némelyiket fel is ismerem. Aztán a másik, ami szintén erdőkhöz köt, a még teljesen el nem lopott Hargita. Ezt sajnos mindig mondani kell, hogy a Hargitát lepusztították a favágók, de a festőkből nem tudták kiölni a fák szeretetét. Mi ott Erdélyben a 20 év alatt szerintem festettünk 2,5-3 ezer képet, abból biztos, hogy 2000 legalább erdő volt. Elkerülhetetlen. De nem is akarjuk mi ezt elkerülni, és így Marcsi se akarja elkerülni, ez látszik is a munkáin. Mi még ebben a barbizoni? Hát az, hogyha lefestettek a barbizoni festők egy erdőt, akkor azt ilyen barnás árnyalatú szienákkal firmizelték be, fették, ködösítették be, amiért a felelősséget is tudták vállalni, ugyanis ez nem tetszett akkoriban mindenkinek, de annyira bensőséges, annyira közvetlenítette a képet, hogy könnyen eladható volt. És akkor erre rájöttek már a barbizoni iskolások, és így lettek belőlük nagyon gyorsan szabadban festő impresszionisták. Rád mind a kettő jellemző, a barbizoni iskola stílusa is, meg az impresszionizmus is. Hát, ha csak ezt csináltad volna, mennyi kép itt van egész festői pályafutásod során, már azt mondanám, hogy jelentőset teljesítettél, de miután tudom, hogy előtted a pálya, és nyitva áll, és csak festeni kell, ez még mindig csak a kezdet. Tehát ehhez kívánok neked nagyon boldog és hosszú életet, amit szeretetben Isten tenyerén tölts el, és adok neked, hogy ne tudj hivatkozni a festés során arra, hogy nincs ecseted, egy munkácsecseted, mint szoktam a kiállításokon mindig. Majd Kovácsné Takó Mária köszöntötte a résztvevőket és invitálta őket a kiállítás megtekintésére. Az Erdők, Mezők, Hangulatok című kiállítás megtekinthető július 2-áig a kisteleki Klebersberg Művelődési Központban. Benedek Elek, Kolontos Palkó című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. Benedek Elek, Kolontos Palkó.
Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia, Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt minden szava, tette. Az apja eleget kínlódott, hajlódott Palkóval, de hiába észt nem vehetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz vele, ha ő meghal, s addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon, Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiába, a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyet gondolt, felült a szamarára, s elindult világgá. Gondolta magába, lesz, ahogy lesz, majd áld a jó Isten szerencsét. Megy mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre-arra, össze-vissza, mindefelé. Amint az erdőbe kóvályogna, megállt egy öregasszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreganyám! Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mondotta az öregasszony, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. Hely, gondolta magába Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, kérdi Palkó, nem mondaná meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből? Az öregasszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze, azt mondta Palkónak, de bizony, megmondom, még az útba beleállítalak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném, ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamaráról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat, de úgy, hogy egyben oda kötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akart az asszony, s hát nem tud menni, meg van kötve. Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? Na, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz. Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszeribe fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egér, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna el. Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagástól. Na, ez ugyan jól megátkozott engem, kacagott Palkó, hiszen hadd mondja a szamaram, amit én mondok. Mi károm lehet abba? Azzal felült a szamarára, s szólott neki. Gyí, csacsi, mondta a szamár is. Gyí, csacsi. Hallod-e, nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár. Hallod-e, nem én vagyok a csacsi, hanem te. Te szamár, kiabált Palkó, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted. Úgy, ahogy Palkó mondotta, szóról szóra utána mondotta a szamár. Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamáról, jó ódalba kenegeti a botjával. De bezzeg, a szamár sem marad adósa. Úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába. Megijedt Palkó, kiabált torka szakadtából. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladtak a Palkóhoz, nagy nehezen kihúzták a pocsolyából. Hát a másik ember hol van? Kérdik a favágók. Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált, mondták a favágók.
nevetett Palkó, hiszen az a szamaram volt, ej, aki áldója van, szedte-vette az emberek, hát még te csúfolódol velünk. Gyere csak a bíró elé, éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt. Bizonyosan te voltál a gyilkosa. Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítják, s a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet. Fel kell akasztani, mert bizonyosan ő ölte meg a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre. Hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s azt kérdi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságod? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondta Palkó, csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzam el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult, letérdelt, s úgy kérte a királyt. Kegyelem árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, elbődült. Kegyelem árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. De lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt, mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is különbnél különbet, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszerűbe kolontos Palkónak, az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogvást úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most is? Nem tudom, de hogy kolontos, palkós szamarak elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége, fuss el véle! Az ünnepélyes pedagógus napi rendezvényen fellépett a Bábókra Néptánc Együttes. Somogyi üveges és szilárdsági táncokat láthattak a következőkben.
Thank you.
Az oroszlán szív lovagrend középkörű ruha bemutatót tartott a Városi Gyereknap keretein belül. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Tehát akkor elkezdenénk, ugye már mindenki gondolom hallott, hogy mi az oroszlán szív lovagrend vagyunk, és úgy vonultatta föl most itt a tagokat, hogy az udvarhölgyünkkel kezdjük, ő rajta van a legkevesebb vas, igazából rajta nincs. Ugye rajta egy nagyon egyszerű ruha látható, ha bár igazából az sem teljesen jó, mert a bokája már kilátszik belőle, ennek nem szabadna, ugyanis ebben a korban nem volt jellemző Tehát nem volt jellemző, hogy nagyon mutogatták magukat a hölgyek, tokától bokáig be voltak fedve. Tehát, hogy ez így ilyen egyszerű volt. Ami könnyebbséget jelentett pont ennél a fajta ruhánál, hogy ennek az oldala nyitott. Ugye van látható alatt egy fehér, vagy hát egy ilyen krémszínű jellegű alsó ruházat. Ez annyit tesz, hogy ő az volt olyan, mint a ma a pólót fölvesz az ember a pulcsi alá. Tehát ez egy ilyen alsó ruházat volt. Főleg ugye az ami teljesen fette őket, és akkor erre vettek fel kívülről egy vastagabb ruhát. Ugye például ez egy gyapjú ruha, ami rajta van. Ez egy sima hétköznapi viselet, ebben semmi extra nincs. Ennél persze voltak díszesebbek is, de azok jobban zártak voltak. És amit mondani akartam ezzel kapcsolatban, hogy az oldala nyitott, ennyi szabadságot beengedett, ha bár ezt úgy is nevezték ezt a nyitott részt, hogy ördögablak, az ördögablaka ugye, mert belátást engedett egy kicsit azért a formákra, viszont egy kicsit azért engedte szellőzni is azt a ruhát, tehát hogy ez a nagy zárt ruhákban télen-nyáron azért az nem biztos, hogy olyan jó volt, mondjuk én beszélek ugye páncélban, de hát azért a hölgyeket azért mindig megvédjük, még akkor is megvédjük. Szóval itt annyi különbség van, hogy neki már a bokája kilátszik. Kicsit összement az a gyapjú ruha tavaly óta, de hát ilyen van sajnos. És egy övre látható rajta, és nagyon más dolgot nem hordtak a hétköznapi viseletben a hölgyek. Mellette két aprót látható, az egyik őjük egy rövid lándzsával. Ugye őket általában, mikor még ilyen aprót fokozatban voltak, nem osztották be frontális harcra, hanem számszerű íjászok, íjászok, puskások közé rakták be. Azért volt náluk lándzsa, alabár vagy pika, ugye ezzel védték a távolsági fegyvereseket. Ő rajta egyébként egy tunika látható, ugyanúgy egy nagyon egyszerű öv, egy sima bőrcipő. Ezek a bőrcipők egyébként itt nálunk annyi csalás van, hogyha megnézzük, hogy ennek van gumitalpán. Ez pont azért van, mert ugye itt azért nekünk aszfalton is mindenem menni kell, és azért ez a sima bőrcipő, mert mi ezt teszteltük már, a sima bőrcipő nem bírja az aszfaltot. Tehát az nagyon hamar szétmegy, de egyébként ugyanilyen bőrcipőket használtak. Lábszár látható még rajta, illetve a tunika alatt egy ing. Ez is egy nagyon általános viselet volt, semmi különlegessége nincsen neki. Nagyon egyszerű volt elkészíteni, tehát igazából a hétköznapi ember is bármikor tudott egy ilyet összedobni magának, nem kellett hozzá nagy túváj. A mellette lévő aplódon ott már egy kicsivel komolyabb felszerelés látható, hogy azt tudjuk, hogy a fém felszerelések nagyon drágák voltak a középkorban, elég sokáig nagyon drágák voltak, ezért nagyon kevesen engedhették meg magukat. Tehát ami levent aplódon látható, ugye, az egy nagyon egyszerű láncfátyolos sisak, hogy megvédje a fejét, illetve a nyakát a vágásoktól. Ő rajta már egy vastagabb kabát is látható, egy hosszú kabát, ez egy úgynevezett fegyverkabát. Ugye ez annak függvényében változik, hogy mit hord fölötte az ember. Ugye, mint ahogy látható, rajta egy láncing van, és nem is egy teljes hosszú ujjú láncing, viszont ezekhez a láncingekhez egy olyan fajta fegyverkabátot használtak, mint például ami rajta van, ami hosszú volt, nem volt bestepelve, és végig fel tudott feküdni rajta a lánc, ez így kényelmesebb viseletet biztosított a számára. Illetve ugye nála láthatunk egy fokos bárkot, meg egy vaskesztyűt lopott valamelyik csatában, leszette valamelyik halottról, halott páncélosról, és egy háromszög pajzs látható még rajta, és ha jól látom, nem látom, de igen, egy címeres pajzs, ugye Károly Róbert pajzs címerével van látható ez a pajzs. Ez a háromszög forma, ez már ekkor elég elterjedt volt a pajzsokból, előtte a körpajzs, cseppajzs és nagyon sokféle verziója volt neki, viszont talán ez tűnt a leghatékonyabbnak. A fokos bárna, amit az előbb mutatott, és ugye elkezdtem róla mondani ennyit, hogy az viszont egy megint csak egy olyan eszköz, hogy a fokos mindenki ismeri, már a honfoglalás kortól megtalálható Magyarországon a fokos, és egészen 18. századig előre fordultak fokosok, csak változott a formájuk. Ugye a fokos bár, ez kimondottan egy ilyen 12-14. Század közötti fordulat, amikor egy nagyobb bársfej volt a kalapásfej mellett, ugye ez már azért hasznosabban lehetett vele pajzsot bontani, ugye pontosan erre a célra szolgált. Jó, hát az alsó ruhákat az neki is ugyanaz, egyik, mint az itt nagyjából mindenkinél ugyanaz az alsó ruházat, hogy van egy lábszárunk, van egy berhe, ami egy alsó nadrág úgymond, úgy néz ki, mint egy boxer alsó, csak sokkal nagyobb, az a berhe, a fölött van egy ing, a páncélosoknak van mellény, mert ugye azt tartja a lábat, és a mellény fölött van egy fegyverkabát.
Tehát rajtunk van egy jó pár réteg ruha, ő neki még például nincsen mellénye, mert nincsen lábasa, tehát nincsen szüksége rá, hogy a mellényen azt tartsa. Egy övet tesznek még általában egy vékony vászonövet ugye a ruházat alá, amit most így, mivel mindenki agyiban öltözve nem tudunk megmutatni, az arra a célra szolgál ugye, hogy a lábszárakat tartsa fönt, nem a vasat, hanem a gyapjú lábszárat, ami rajtuk van, mint nadrág. Mellette egyik újdonsült dolgunk látható, ő most megkértem, hogy ne páncélba öltözön be, hanem puskásnak. Ugye mi már használunk ezeket a nagyon egyszerűsített tűzfegyvereket is, ez az úgynevezett botpuska. A puskások nem voltak túl páncélozva. Az, hogy egy lábszár előfordult rajtuk, az bármikor előfordulhatott. Igazából egy sima tért lábszárvértel tudtak mozogni a csatában, viszont nekik ugye gyorsnak kellett lenni. Ők nem igazán küzdöttek face to face, tehát nem kellett megküzdeni a másikkal, ezért voltak köztük a pikások meg a lándzsások, illetve a labárdosok. Nekik ugye az is hoztuk be ezt a pavéze pajzsot, mert a pavéze pajzs mögé elbújva tudott tölteni, ugye a puska egy nagyon lassú fegyver, majdnem olyan lassú, mint a számszerű. Amögött lehetett tölteni, a puska mögül, vagy a pajzs mögül lőtt a puskával, úgyhogy neki nem kellett különösebb védőfelszerelés. Gyors és könnyű mozgás érdekében egy mellény van rajta, ami látható. Illetve, hogyha megnézzük az oldalán, van egy messzer, egy úgynevezett messzer nevű rövid kart. Ehhez hasonló utánszkardokat is használtak a számszeriászok is és a puskások is. Ezek arra a célra szolgáltak, hogy nem csak azért, hogy közeljön az erre, akkor tudjanak harcolni, hanem arra a célra is szolgáltak, hogy akár ilyen szülőköket tudtak maguk elé leszúrni, ezzel vágták, hegyezték ki, pontosan azért, hogy mondjuk egy lovasrohamot meg tudjanak törni. Tehát ezek erre a célra szolgáltak, ezek nem csak harci, hanem nagyon hasznos egyéb eszközök is voltak. Nem tudom, Robin, van-e még valami, amit el tudnék mondani? Hát ugye a sisak alatti sapka az már rajta is látható, ez rajtam is van, csak a láncsukjától nem látszik. Illetve egy vászontáska van az oldalán, ez is egy nagyon általános viselet volt akkoriban. A puskás ott tartotta egyébként a lőport, a gyújtófát, amivel gyújtotta ugye a puskát, illetve a töltőfát, ami most a kezében van. A töltőfa volt az egyik legveszélyesebb fegyver, ekkoriban van az öletet megtölteni a puskát. Jó, akkor menjünk tovább. Ki van még itt? Itt van nekünk még ez a számszerű jász. Attila egyébként már ő is lovagi rangban van, attól, hogy számszerű jász, ő mindig is számszerű jász volt. Na most a számszerű jászoknak ugye jellemzően, akár csak a puskásoknak is később, ez a úgynevezett salap, ez a vaskalap volt a fejükön. Ugye ez is arra a célra szolgált, hogy ők nagyon túlpáncélozva nem voltak, viszont amíg töltötte a számszeríjat, vagy a puskás a puskát, addig ugye a becsapódó nyílveszők, vagy esetleges támadások, hajító fegyverek ellen ugye tudott védeni, mert levezette oldalra a lövedékeket. Tehát akár egy számszerű, akár egy nyílveszőt, bármit le tudott vezetni oldalra. Úgyhogy ezért hordtak ilyen vaskalapot. Egyébként ne tévesszem meg senkit. Ő rajta azért van páncél, az fém, csak bőrrel van fedve. Ugye az is már egyfajta lemezvért, ez egy brigandin, úgy hívjuk. Ez egy bőrbéléses, vagy hát bőrbe bevont lemezvértezet. Az nem úgy néz ki, mint a mi mellvértünk, hogy egyben van, hanem úgy néz ki, hogy ilyen kis fém lemezekből van egymás alatt összeszegecselve, és így sokkal nagyobb mozgást enged neki, így ő föl tudja húzni a számszeríjat, mert az páncélban nem feltétlenül lehet már fölhúzni. Mondjuk van olyan páncél, amiben föl lehet, mert mondjuk a Attila barátomnak a páncéljában éppen föl lehet húzni egy számszerűjét, az enyémben nem lehet. Az enyém az egy szoknyás, hogy ez már nem engedi meg ezt a mozgást. Illetve számszerűjászunk kedvenc fegyvere látható az oldalán, a tollas buzogány, úgynevezett tollas buzogány. Kimondottan páncélosok ellen való fegyver. Hát az már azt a cél szolgálta, hogyha esetleg láncvértes vagy könnyűvértes emberek ellen harcoltak, akkor viszont az egy célja volt vele, hogy eltörje valamelyik végtagját, mert onnostól kezdve nem volt mozgóképes, nem volt harcképes az ellen. Úgyhogy nagyon kellemes kis eszköz az is, nagyon szeretjük, mi szoktunk is vele harcolni. Jó, számszerű, hát erről a számszerűről sok mindent nem lehet elmondani, ez egy kézzel felhúzható számszerű. Ezek a harci számszerűek, ugye látszik, hogy nem túl díszes, nagyon egyszerű. Pontosan arra a célra szolgált, hogy embereket lehessen vele ölni, ezt nem vadászokra használták. A vadász számszerűek később azok sokkal díszesebbek voltak, akár kaptak részveletet, aranyveletet és teljesen másfajta tust. Ezek ilyen nagyon egyszerű számszerűek. 80 fontnál indultak ezekkel, igazából az a legjobb, hogy voltak ebből nagyon erős számszerűek is, tehát ennél sokkal erősebbek, amit nem kézzel lehetett fölhúzni, hanem akár csigával. Arra volt egy külön szerkezet, ezt ráerősítették a számszerűnek a tusra, a tus végére. Majd a kampul beakasztotta az idegbe, és ezzel a csigával húzta fel. Arról van egy leírásunk egyébként angolszászföldről, hogy egy olyan csigás számszerűjjal akár három könnyűvértest át lehetett lőni egy lövéssel.
már hogy a sorba álltak. Vagy mondjuk a csapában ugye elég sokan vannak egymás előtt, de azon három vértest át lehetett lőni. A számszerű nagyon nagy előnye egyébként, hogy közelről elég halálos a páncélosokra nézve, viszont távolra nem nagyon tudnak vele lőni. Tehát egy ilyen 90 méternél messze már nem volt jellemző, hogy használják. Erre Magyarországon, mikor bejöttek a számszerűek, itt inkább csak a várak védelménél használták ugye a várfokról lefelé a felmászó ellenfélnek ugye a felülről sisakját átlőni. Nagyon sok ilyen leletet találtak, ami sisaksérő volt, és a fejében meg ugye a számszerűek vesző. Itt van inkább az volt a jellemző, hogy nyílt csatákban nem nagyon használták. Az angol száz területre volt jellemző, inkább angolok, franciák egymást állandóan ezzel öltözték. Jó, nézzünk, térjünk túl a számszerűről egy kicsit, az első páncélosra. Ugye 14. századdal foglalkozunk mi, és ott hát nem annyira kategorizáltuk be, hogy most konkrétan 1350-nel vagy 1370-nel, hanem 1300-as évek végéig, ugye úgy vannak a felszereléseink. Ebből is látható, hogy az Attilán lévő páncél az egy félig zárt páncél, viszont sokkal nagyobb mozgást enged, mert valóban a mellvértje előről egy teljesen zárt lemezvértezet, és a sisakja is egy teljesen zárt lemezvértezet, egy úgynevezett bogársisak, ugye ezzel a fajta vizorral, ami az elején van. A vizor az, amit ki tudunk így nyitni. Így van. Tehát ez a vizor. És az valóban teljesen zárt, viszont ahogy látható is, neki nincsen szoknyája. Egyrészt a mellvértjének, hátvértjének nincsen szoknyája, hogy védje az ágyékot. Illetőleg a felkar és a combvértje az bőrlapra erősített, lemezelt vértezet, pontosan a mozgás megkönnyítése érdekében, illetve ekkoriban még előszeretettel hordtak alatt a láncinget is egyébként a páncél alatt, pont azért, mert nem volt teljesen zárt. A teljesen zárt páncélok az inkább 15. században jelennek meg. 14. században még inkább ilyenek, és ez is ugye közepe táján. Már egy homokóra kezdjük látható rajta, illetve egy egykezes lovagi kardot forgat magával, és hozott egy buckler-t, ez is egy pajzsfajta egyébként, egy úgynevezett ökölpajzs. Mi ezt nagyon szeretjük használni egyébként. Nem csak védeni lehet vele, hanem támadni is, illetve vívó technikák épülnek a buckler-nek a használatára. Akár a longsword-del, akár a kezes karddal, kimondott vívó technikák épülnek a buckler-nek a használatára. Mit mondhatnék én még el a páncélodról? Hát ugye rajta már egy sokkal steppeltebb, vastagabb fegyverkabát látható, ugye ezek úgy készülnek, hogy azért készülnek így, hogy a páncélt el tudják bírni, el tudják viselni. Homokóra kesztyűről beszélgettünk, lábszára és ugye még lábfej lévő vért még nincsen rajta. És le is csukódott, köszönjük szépen. És akkor az utolsó páncél, amit én hoztam, ugye rajtam van, én mondtam, átöltöztem, és nem a hétköznapi ruhámban jöttem, hanem a páncélomban, úgyis nem sokára tartom, hogy bemutatott 4 órakor, akkor már szükségem lesz rá. Amit az én vértemről lehet elmondani, ez egy sokkal zártabb vért, mint az Attilának a vértje. Ugye itt már nincsenek bőre szerelt lemezek, itt már mindegyik zárt, félig zárt alkar, félig zárt felkar, teljesen zárt mellvért. De ugye ha megnézzük Attilának, neki nincsen hátvértje. Tehát annak a páncélnak, hogyha megfordulsz, akkor látható, hogy nincsen hátvértje. Viszont az enyémnek már van. Ez már egy teljesen zárt vért, illetve a homokóra kesztyű még itt is megjelenik. Az én páncélom az úgynevezett kutyafejes vagy csőrös sisakos páncél. Ugye az látható volt rajtam a sisak, meg itt is lent van. Mutattam. Itt van lent. Attilán még nem volt látható, viszont az átság érdekében előszeretettel használtak például láncszoknyát. Úgyhogy a férfiak is hordtak szoknyát, és nem csak a skótok. Ez a láncszoknya is az ágyékvágás ellen védett, ugye? A lánc az maga nem véd ütés ellen, az általában csak a vágások ellen védett, szúrás ellen sem véd. Ugye ezért volt nehéz egy páncélos ellen küzdeni, hogyha nem volt az embernek olyan szúró fegyvere, akkor nem sok mindent tudott vele kezdeni. Viszont pontosan az ilyen részeket, mint az ágyék, azért védték külön még lánccal, mert az ágyékba támadtak be, a hónajba, illetve a nyakba. Ugye ezért van rajtam egy sodrony lánccsukja. Na most a sodrony lánccsukja meg a sima lánccsukja között az a különbség, hogy ez sokkal apróbb szemű. És egyébként azt is el tudom mondani, hogy ez mennyivel jobban megvédi az embert, mert ennek valamelyik oldalán van egy lyuk, a számszerűjjel lőtték rajtam. Itt van. Rögtön az első, amikor készen lett a páncélom, az első évben nyáron ide kaptam számszerűjjel egy lövést, úgyhogy én biztosítottam, hogy a középkori páncél megvédi az embert. Nem ugye szoktunk harcolni rendes csatákban is, tehát az, hogy most itt vagyunk és megmutatjuk, ez egy nagyon kedves gesztus tőlünk, de mi egyébként járunk rendezvények, Visegrádra és egyéb rendezvényekre, ahol ugye rendes csatákban veszünk részt. És akkor keletkeznek ilyen sérülések. Egyébként a táborban meg lehet nézni nyugodtan a felszereléseket. Ott látható lesz, hogy a sisakjainkon is vannak azért sérülések. Az enyémben is van horpadás, mert sikerült már karddal fejbe csapniuk engem, másokat is. Úgyhogy ilyenek előfordulnak, de pontosan ezt a célt szolgálják ezek a felszerelések.
illetve azt még nem mondtam el, hogy a rászcsukja alatt egy vastag sapkák voltak. Ugye a puskáson láthattunk egy vékony sapkát, rajtam egy vastagabban, nem tudom, az mennyire látszik. Ez is pontosan azt a célt szolgálja, hogy tompítsa az ütéseket, amire ugye páncél a lánc rákerül, hogy tompítsa még az ütéseket.